Én alapvetően belvárosi fiú vagyok, tehát én itt is születtem a 7. kerületben, és mindig is imádtam a belvárost. Én azt gondolom, hogy Budapest egy századfordulós város. És ez a századfordulós városnak ez a legnagyobb és legfontosabb értéke. És az, hogyha egy városban, egy régi városban vannak bizonyos ilyen nagyon, nagyon látványos és nagyon modern darabok, azt szerintem elképesztően jó. Aki engem ismer, az tudja, hogy én a középszerűséget nem szeretem. Ha valamit, az nagyon nem. A macskakő, régi, antikvas pad, antikvas kandelláber. Ezek azok a térelemek, amik kicsit leharcolva, kicsit használtan is nagyon szépek. A modern mindig a legdrágább. Amit én azt gondolom, hogy ilyenkor érdemes magunkban nézni, hát ezt mi nem biztos, hogy megtehetjük még. Bízunk benne, hogy egyszer majd igen. Egy olyan téren vagyunk, ami a szerintem is, meg szerintem mindenki szerint Budapest legfontosabb és legnagyobb tere. Nagyon-nagyon sok jó funkcionalitás van, ha játszótér van, kutyafuttató, vagy van gördeszkás rész, szerintem mind-mind nagyon-nagyon jó. Alapvetően nekem nagyon tetszik a mögöttünk lévő óriáskerék, hogy van. Az viszont, ahogy mondjuk kinéz, és idejövünk, kicsit van egy ilyen, hogy is mondjam, félállandó jellege az egésznek, az meg nem annyira szép. Szerintem egy jó tér az olyan, ami közel áll az emberek szívéhez. És bármilyen pici is egy tér, az inkább hasonlítson szerintem egy parkhoz. Most ahol vagyunk, ez a Hunyadi tér. Ugye itt van piac, itt lehet jól vásárolni, ennek hihetetlen jó hangulata van. Utána lehet ülni egy jót kávézni, semmi más nem csinálni, csak élni. De ez egy olyan hely ebben a kis városban, ahol nem csak élni lehet, hanem jól élni is.